üdvözlök mindenkit itt Írországban. Újra itt vagyok, és itt voltam eddig is, csak olyan problémák vannak, hogy miért is nincsenek videók. Hát azért nincsenek videók, mert a laptopom az haldoklik elég rendesen. Nagyon nehezen tudok vele vágni. A rengeteg felvétel fel van véve. Úgyhogy sajnálom. De mostanság nem nagyon lesznek videók. Addig még nem tudom kicserélni a laptopot. Ezt a videót, amit most csinálok, ez remélhetőleg nem nagyon kell megvágni. Maximum a hangot kell hozzátenni. Ilyen fülest raktam ide, hogy hallatszódjon is valami, amit beszélek. Úgyhogy ez van. Voltam otthon december 19-től január 9-ig voltam otthon. Jól éreztem magam, 3 hét meló nélkül. Hogy ma január 14-e van, vasárnap, megyek Mallóba, hova is mennék máshova. Az idő az egyelőre most nem esik. Tegnap hideg volt, pénteken déltől hajnal 2-ig ömlött az eső. Rengeteg eső leesett, úgyhogy valószínű, hogy tartom, hogy Mallóba szerintem kiáradt a folyó, majd meglátjuk, nem tudok róla egyebet. A földeken áll a víz, azt lehet látni, a lapos részeken. Úgyhogy ez a laptoppal sajnálom, de most nem állok úgy anyagilag, hogy vegyek egy új laptopot. Mivel nem akarok egy olcsó laptopot megint venni, mint ami az előző volt, ami már nem bírja ezeket a dolgokat. Úgyhogy egy jó kis drága laptopot szeretnék majd vásárolni, ami ugye hosszú távon is jó lesz. Másik dolog az, telep este, ugye szombat este volt, és kalandoztam úgy az interneten, és belefutottam a Kövér gyermek élő adásában. Ugye a Kövér gyermek az Molnár Krisztián. Alapjában véve én nem tudok róla semmit. Max az, hogy nagyon el van hízva, és ezért nagyon sajnálom, mert ugye valamennyire én is el voltam hízva, és nagyon nehéz leadni. Valószínűleg ő már nem is fog leadni, de remélem, hogy meg utoljára. Úgyhogy belefutottam a live-jába, és volt egy idős faszi, egy ilyen bajszos, ami kiderült, hogy az apukája. Odáig rendben van. Volt még ott 3 csajszi, egy idősebb, meg 2 fiatalabb lány, amit végül is jön, kb. Másfél órát nézhettem a live-ot. Egyszerűen nem bírtam otthagyni, mert tehát nem tudom, hogy ez meg van rendezve, vagy ez alapba így. Én nem láttam, mondjuk utána, amikor másnap reggel felkeltem, és úgy visszanézegettem neki az előző live-okat, hogy akkor ez a srác, ez valószínű, hogy nővel még nem volt, szűz is, és akkor ott volt 3 csaj. És akkor kiderült, hogy ez a 3 csajból az egyik az anyukájuk volt, meg 2 után a lányuk, 1 biztos. Na, és akkor ugye hát ezek az emberek, tehát mint Molnár Krisztián, meg elég sokan csinálnak ilyen élőadást, és kapnak pénzt, tehát valakik utalnak nekik pénzt élőadásban. Úgyhogy állítólag ez a Krisztián még nem csókolódzott, nem csókolt meg még lányt. És akkor ott volt egy a fiatalabbik lány, aki mellette ült végig, meg karolgatta, ölelgette, de szegény lány az, hát nem tudom, hogy miért is,
miért is volt ott velem, meg nem láttam az előzményeket. Meg volt ott egy másik srác, aki kiderült, hogy a Krisztiánnak a bátyja, az se tudta, melyik bolygón van szegény. Tehát mindenki be volt rúgva nagyon-nagyon mocskos módon. És... tehát ilyen valaki utalgatta lóvékat, ilyen 1000 forintok, meg 500 forint, meg kikerekedett a szemem, hogy 20 000. De tehát ilyen 5 percenként jöttek, jó. És egyszer csak ugye bejöttek valami, kimentek cigizni, bejöttek, és egyszer csak így felugrott a képernyőre, hogy 200 000 forintot küldött valaki. Mondom, ez nem hiszem el, basszus. És kiderült, hogy a 200 000 az azért lehet, hogy a Csajci lesvárolja a Krisztiánt. Most akkor kérdem én, hogy kik voltak ezek a lányok, hogy akkor arra hétvégére ők kapnak lóvét, tehát ilyen családi vállalkozásba, akkor ők ilyen hostesszek, vagy kik? Hát én nem tudom, de kinek van erre pénze, hogy a 200 000-et érted elutalta? Mert azt értem én, hogy ilyen 1-200 forintokat a srác úgy utalgatnak egymásnak, de 200 000-et. És akkor ugye másfél óra alatt, én ahogy számolgattam, úgy összeraktak volna 350-et kb. Mert volt ott 30 000-es utalás és 20 000-es is. Tehát egy este. Elgondolkoztam, basszus, hát elkezdem csinálni a live-okat én is, aztán elhízok. Az bulizgatok, azt akkor összerakok érted hétvégénként egy 200 000-et, 300 000-et. Akkor mi a francnak? Mi a francnak vagyok Írországban? Hát de nem. De hogy kinek van erre pénze, hogy csak úgy elutaljon, érted? Úgy láttam, hogy egy srác utalgatott, de szerintem az, hogy 300-at elutalt egy hétvégén. Hát ennyire... jó, semmi közöm hozzá, de ennyire nem tudják hova rakni a lóvét. Vagy ennyire sok van nekik. Ugye? Szóval ezt néztem tegnap este, és hát elszörnyedtem, hogy mivé lesz a világ. Meg hogy lehet, hogy megérett a világ a pusztulásra, hogy ilyet én többet nem szeretnék látni. Ugyanis ennek majd biztos lesznek fejleményei, hogy miért, meg hogy, meg magyarázkodás. Ja, meg belenéztem egy... ugye feldobta a YouTube, hogy elvitték már egyszer a rendőrök és a srácot, azt a kövér gyermeket, a Krisztiánt. Pont ezért, hogy azt sem tudta, melyik bolygón van. És akkor reggel 8 órakor még nyomta, még itta a pálinkát egy időtől. Jóval lettek állni, azt nem tudom. Hogy lefeküdtek aludni, vagy valaki leszúrta őket, nem tudom. Épp azon gondolkoztam, hogy azt nevettem volna, vagy hát sajnálatos lett volna, és kimegy elé, emlékszem. Hogy reggelre kérlek volna pakolva a kecó, hogy egy ilyen bűnbandához tartoztak volna, de hát ez már csak az én hozzá képzelődésem volt. Úgyhogy ennyit vagyok benn Málóban, megint akadozik ez a szarság itten. Beleakad és kirántja a fülembe. Szóval hát ezt néztem tegnap. Hát elszomorodtam. Jó, valamilyen szinten szórakoztató, mert volt olyan állomása is ennek a live-nak, hogy 4500 néző. Hanem a TV2 vagy akármelyik kereskedelmi csatorna ennek igazából örült volna, hogyha ilyen nézettsége lenne. Úgyhogy kemény dolgok ezek a mai fiatalság, hogy amikor mi fiatalok voltunk, ilyet csinálni. Na mindegy. Úgyhogy hát ugye amit mondtam, hogy nem nagyon lesznek most ilyen külső videók, amiket tudok, majd megvágok, de hát halál az egész, mert több 10 óra, mire rendel el egy 20 perces videót, meg szar, már bocsánat a kifejezésért, nagyon rossz. Nincs.
nincs lezárva az út Mallóba. De viszont a lámpák azok nem működnek. Legalábbis itt a sarki lámpa az nem működött. A folyó az teli van, az biztos. Szóval ez van, srácok, hogy megdöbbentő dolog volt tegnap este. Mondom, én még nem láttam egy live-ját se, ez az élőadást, vagy hogy nevezik. De durva volt, hogy 3.55 összerakott egy hétvége alatt. Lóli, hát, hogy ebből a csajoknak is kell fizetni, mert állítólag a csaj az 200 ezerért is már ott le, és akkor azt a 200 ezeret ugye a csajnak kell adni. Ennek le voltak nagyon aranyos, alacsonyodva. Persze annak idején is voltak ilyenek, voltak részek, lányok, stb. Hát de hogy országvilág előtt így, mert hogyha négy szem közt valaki berugik, meg saj, meg ugye mi is annak idején, de hogy ilyet öcsém, hát nem mindegy, ez nem az én dolgom. Úgyhogy csak ennyit akartam, hogy jelezzem, hogy jól vagyok, meg vagyok. Egy óra 24 van, de most láttam itt egy ilyen fiatalokból álló csapatot, azok valószínűleg még csak most mennek haza a buliból, vagy nem tudom. A szokásos helyre jövök, a Aldiba. Úgyhogy itt vagyok, ne csak.